Füst szállt fel abból a nyomdából, ahol a Charlie Abdonál gyilkoló kuási fivérek túszt ejtettek. A helyszínen lévő fegyveres egységek néhány tagját lehetett látni annak a nyomdának a tetején, ahol a merénylők elbarikádozták magukat. A két merénylővel végeztek az akció során, de sem rendőrök, sem a túsz nem sérült meg. Egész nap hatalmas volt a rendőri készültség a Páristól északra fekvő településen. A Góba vezető összes utat lezárták a francia belügyi szervek. A biztonsági erők helikoptert is bevetettek a helyszínen. A település környékén lévő Párizsba vezető autópálya minden lehajtójánál rendőrautók álltak. Lezárták a Roassi-Sardegó repülőtér egy részét, mivel a légikikötő mindössze 10 kilométerre található Damártenengótól, és egyes járatok közvetlenül a nyomdaipari üzem fölött repülnek el, ahol a két gyanúsított tartott fogva valakit. A két feltételezett tette, Serif és Said Kuasi üldözése csütörtökön kezdődött, amikor nyomukra bukkantak egy vidéki benzinkútnál. A rendőrök Damártenengó településen értek közvetlenül a menekülő gyanúsítottak nyomába, és ott, mint egy fél órán át tartó tűzpárba alakult ki közöttük. Később a két férfi behatolt egy nyomdaipari cég udvarára Damártenengóban, majd ejtett egy túszt, akivel együtt elsáncolták magukat egy épületben. A környék nemzetgyűlési képviselője korábban azt nyilatkozta, már mártírként akar meghalni a két gyanúsított. Az algériai gyökerű családban született koási fivérek a terrorellenes küzdelemért felelős és francia szervek számára nem voltak ismeretlenek. Rajta voltak azoknak a személyeknek a listáján is, akik repülőgépen nem utazhattak be az Egyesült Államokba, közölte egy magasrangú amerikai terrorelhárítási tisztviselő Washingtonban. A szerint a testvérpár két nappal ezelőtt merényletet követett el a Charlie Hebdo francia szatirikus heti lap ellen. 12 embert öltek meg. Most a francia rendőrség végzett velük.